Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvlecki YouTube csatornáról, és ebben a videóban a 100 legfontosabb angol szóról lesz szó, amit ismerned kell. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és ha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor lent a leírásban nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis a 100 legfontosabb angol szó ismeretébe. Ezt a videót én elsősorban kezdőknek ajánlom, de remélem, hogy a gondolkodásmód és a logika miatt a haladók számára is érdekes lesz. Az történt, hogy néhány hete kaptam egy levelet Sándortól, az egyik nézőmtől, az egyik hallgatómtól, aki azt írta, hogy anyagi okok miatt külföldön kell munkát vállalnia, de egyetlen szót sem tud angolul, és azt kérdezte, hogy tudnék-e neki valamilyen tanácsot adni, hogy ebben a helyzetben mit tegyem. Nos, mivel Sándor esete egyáltalán nem egyedi, ezért én úgy döntöttem, hogy készítek egy videót a legfontosabb angol szavakról. Nos, nem szeretném, ha félreértenél, én nem azt mondom, hogy ha tudod ezt a 100 angol szót, akkor te majd minden helyzetben megállod a helyed, és villogni fogsz majd egy angol nyelvű állásinterjún, de ahhoz, hogy túléld az első néhány hetet, ahhoz én úgy gondolom, hogy ennek a 100 szónak az ismerete elegendő lesz, aztán természetesen majd szépen fejleszted magad tovább. A listát nem én állítottam össze, hanem azok a nyelvészek és azok a szakemberek, akik az Oxford English Dictionary-t is létrehozták, talán már hallottál erről a szótáról. Ők több mint 2 milliárd, igen, 2 milliárd angol szót különböztetnek meg, de meghatározták a 100 vagy valamivel több mint 100 legfontosabb angol szót. Nos, én már sok videót készítettem a helyes szótanulásról, ezeket a videókat fönt, hogyha a kártyára klikkelsz, akkor megnézheted, most ezt nem fogom még egyszer elismételni. A lényeg az, hogy azt javaslom, hogy minden egyes szót kontextusban, azaz szövegkörnyezetben gyakorolj, mert így sokkal jobban meg fog maradni. Úgyhogy azt találtam ki, hogy minden egyes angol szó mellé, amit hamarosan megismerhetsz, mondok egy nagyon rövid és egyszerű angol mondatot, hogy lásd, hogy hogyan működik ez a szó a gyakorlatban, és hogyan használható ez a szó a való életben. Úgyhogy akkor essünk is neki a 100 legfontosabb angol szónak, és kezdjük el a főnevekkel. Az első angol szó a time, vagyis az idő. I don't have time to do my homework. Nincs időm elkészíteni a házi feladatomat. Második szó, person, azaz személy vagy ember. My teacher is a really nice person. A tanárom igazán kedves ember. Aztán a harmadik szó, year, azaz év. Summer is my favorite period of the year. A nyár az én kedvenc időszakom az évben. Negyedik szó, way, azaz út vagy mód. This is the shortest way to London. Ez a legrövidebb út Londonba. Ötödik szó, day, azaz nap. My day was great. A napom remek volt. Hatodik szó, thing. That's a cool thing. Ez egy igazán klassz dolog. Hetedik szó, man, férfi. He is a nice man. Ő egy igazán kedves férfi. Nyolcadik szó, world, azaz világ. The world is dangerous. A világ veszélyes. Kilencedik szó, life, azaz élet. His life is boring. Az ő élete unalmas. Tizedik szó, hand, azaz kéz. Give me your hand. Add ide a kezed. Tizenegyedik szó, part, vagyis rész. This part of the house is the largest. A háznak ez a része a legnagyobb. Tizenkettedik szó, child, azaz gyerek vagy gyermek. He is a smart child. Ő egy okos gyermek. 13. szó, eye, azaz szem. Her eyes are beautiful. A szemei gyönyörű, az ő szemei gyönyörűek. 14. szó, woman,
azaz nő. She is a strange woman. Ő egy furcsa nő. 15. szó. Place, azaz hely. This place is so cool. Ez a hely olyan nagyon klassz. 16. szó. Work, azaz munka. My work is hard. Az én munkám nehéz. 17. szó. Week, azaz hét. The week is over. Vége van a hétnek. 18. szó. Case, azaz ügy vagy eset. Case solved. Ügy megoldva, eset lezárva. 19. szó. Point, azaz pont, vagy lényeg. What's the point? Mi a lényeg? 20. szó. Government, azaz kormány. The government is raising the tax. A kormány éppen most adót emel. 21. szó. Company, azaz cég vagy társaság. I work for a Japanese company. Én egy japán cégnek dolgozom. 22. szó. Number, azaz szám. 13 is my lucky number. A 13 a szerencse számom. 23. szó. Group, azaz csoport. I work in a group. Én egy csoportban dolgozom. 24. szó. Problem, azaz probléma, gond. I have a problem with my boss. Problémám van a főnökömmel. 25. szó. Fact, azaz tény. It's an interesting fact. Ez egy érdekes tény. Na, most jönnek az igék. Elfelejtettem az előbb mondani, hogy természetesen, ha lejjebb görgetsz a leírásban, megtalálod az összes szót és az összes mondatot. Úgyhogy folytassuk az igékkel. Első. Be. Lenni. Létezni. I am Hungarian. Én magyar vagyok. Második. Have. Birtokolni. I have a car. Van egy autóm. Birtoklok egy autót. Harmadik. Do. Csinálni. I always do my homework. Mindig megcsinálom a házi feladatomat. 4. Say. Mondani. I won't say anything. Nem mondok semmit. 5. Get. Szerezni. I got a new TV last week. Szereztem egy új tévét a múlt héten. 6. Make. Azaz csinálni, készíteni. I will make sandwiches for the party. Szendvicseket fogok csinálni a partira. 7. Go. Menni. I go to work by car. Autóval megyek munkába. 8. Know. Tudni. Ismerni. I know a good restaurant in Berlin. Tudok egy jó éttermet Berlinben. 9. Take. Elvinni. I always take the dog for a walk at 9 a.m. Én mindig leviszem a kutyát sétálni reggel 9-kor. See. Látni. I can see you. Látlak téged. 11. Come. Come with me. Gyere velem. 12. Think. Gondolni. I think I will buy that book. Úgy gondolom, megveszem azt a könyvet. 13. Look. Nézni. Look. I've bought a new car. Nézd, vettem egy új autót. 14. Want. Akarni. I want to go to New York. New Yorkba akarok menni. 15. Give. Give me your umbrella. Add ide az esernyődet. 16. Use. Használni. I use this website to learn English. Ezt a weboldalt használom az angol tanuláshoz. 17. Find. Találni. I found a new restaurant. Találtam egy új éttermet. 18. Tell. Elmesélni. Tell me what happened at the last meeting. Meséld el, mi történt a legutolsó meetingen. 19. Ask. Kérdezni. Ask him about the pay rise. Kérdezd meg őt a fizetésemelésről. 20. Work. Dolgozni. I work from 9 to 5 every day. Én minden nap 9-tól 5-ig dolgozom. 21. Seem. Tűnik. It seems she has been promoted. Úgy tűnik, előléptették. 22. Feel. Érezni. I feel I need some rest. Úgy érzem, szükségem van egy kis pihenésre. 23. Try. Megpróbálni. I try to learn 10 new words each day.
Megpróbálok minden egyes nap 10 új szót megtanulni. 24. Leave. Elhagyni. Elveszíteni. Don't leave your bag in the car. Ne hagyd a táskádat a kocsiban. És 25. Call. Hívni. Call me Jim. Hívj Jimnek. Melléknevek. Első. Good. Jó. Good morning. Jó reggelt. Második. New. Új. I have a new coat. Van egy új kabátom. Harmadik. First. Első. First meeting this Friday. Az első meeting ezen a pénteken lesz. Negyedik. Last. Az utolsó. This is your last chance. Ez az utolsó esélyed. Ötödik. Long. This movie was long. Ez a mozifilm hosszú volt. Hatodik. Great. Nagyszerű. It's a great idea. Ez egy nagyszerű ötlet. Hetedik. Little. I have a little money in the bank. Van egy kis pénzem a bankban. Nyolcadik. Own. Saját. I have my own car. Van egy saját kocsim. Kilencedik. Other. I have my keys in my other jacket. A másik kabátomban vannak a kulcsaim. Tizedik. Old. Régi vagy öreg. He's an old friend. Ő egy régi barát. Tizenegyedik. Right. Jobbra vagy jobb oldal. Turn right. Fordulj jobbra. Tizenkettedik. Big. My flat isn't big. A lakásom nem nagy. Tizenharmadik. High. Magasan. Vagy magas. Climb higher. Mász magasabbra. Tizennegyedik. Different. I have a different question. Van egy másik kérdésem. Tizenötödik. Small. Kicsi. I have a small problem. Van egy kis problémám. Tizenhatodik. Large. Nagy vagy hatalmas. I saw a large hole on the roof yesterday. Láttam egy hatalmas lukat a plafonon tegnap. 17. Next. A következő. See you next week. Találkozunk a következő héten. 18. Early. Wake me up early morning. Ébresz fel korán reggel. 19. Young. Fiatal. His dogs are very young. A kutyái nagyon fiatalok. 20. Important. I have important news for you. Fontos híreim vannak a számodra. 21. Few. Néhány. She has a few questions. Van néhány kérdése. 22. Bad. Rossz. I have a bad feeling about this. That I have a bad feeling about this. Rossz előérzetem van ezzel kapcsolatban. 23. Same. Ugyanaz. I have the same computer at home. Ugyanilyen számítógépen van otthon. És 24. Able, azaz képes, I will be able to speak English better. Képes leszek jobban beszélni az angolt. És akkor nézzük a következő csoportot, elöljáró szavak. Első. To. Hoz, has, ba, be. Go to Jack and ask him. Menj oda Jackhez és kérdezd meg őt. Második. Off. Knock-knack. Question of the day. A nap kérdése. Harmadik. In. Ban bem. Go in the house. Menj a házba. Negyedik. On. Valamin. Rajta. Például it's on the table. Ez az asztalon van. Ötödik. With. Valvel. Come with me. Gyere velem. Hatodik. At. Nálnél vagy valamilyen órakor. Call me at 6:30. Hív fel 6:30-kor. Hetedik. By. Nálnél vagy valamilyen eszközzel. I always travel by train. Én mindig vonattal utazom. Nyolcadik. From. Tól, től. I work from 5 in the morning. Én reggel 5 órától dolgozom. Kilencedik. About. Ról, ről. Ask him about this problem. Kérdezd meg őt erről a problémáról. Into. Ba, valamibe, valaminek a belsejébe. Go into the house. Menj a ház belsejébe. 11. Over. Túl valamin. Climb over the fence. Mász túl a kerítésem.
és az utolsó 12. after, később vagy utána, let's talk after the meeting, beszéljünk a megbeszélés után. És akkor van még néhány vegyes szavunk, amelyek szintén fontosak, the, vagyis a. The end of the film was sad. A film vége szomorú volt. And, és. I have a dog and a cat. Van egy kutyám és egy macskám. A, egy. Can I have a question? Lehetne egy kérdésem? That, azt. I like that. Szeretem azt. I, azaz én. I like that. Ugye, mint az előbb. Szeret. Én szeretem azt. It, az. It is new. Az új. Not, ne. Not now, ne most. He, ő, ha him nemű. He is my boss, ő a főnököm. As, olyan, mint. As you also know, ahogy, mint ahogy azt ti is tudjátok. You, te. You are my friend, te a barátom vagy. This, ez. This is interesting, ez érdekes. But, de. Yes, but. Igen, de. His, az övé, ha him nemű. His job is boring. Az ő munkája unalmas. They, ők. They aren't friends. Ők nem barátok. Her, az övé, ha nő nemű. Her car went wrong last week. Az ő kocsija elromlott a múlt héten. She, ő, ha nő nemű. She is my sister. Ő a nővérem. Or, vagy. Two or more. Kettő vagy több. An, egy. Hogyha az utána leálló szó magánhangzóval kezdődik. Tehát egy. I have an interesting topic. Van egy érdekes témám. Will. Fog. Fogok valamit csinálni. I will ask John. Meg fogom kérdezni John-t. My. Az enyém. My friends are here. Az én barátaim itt vannak. One. Egy. One thing is for sure. Egy dolog biztos. All. Mindegyik. All right. Minden rendben. Would. Lenne. It would be nice. Ez jó lenne. És az utolsó. There. Azaz ott. There is the garden. Ott van a kert. Nos, ezek voltak a legfontosabb angol szavak az Oxford angol szótár összeállítói szerint. Remélem, hogy érdekes volt számodra ez a videó, és hasznosnak találtad. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!